irigységet például, vagy féltékenységet pályatársaid irányából tapasztaltál-e? Pontosan azért, mert ennyire gyors és látványos repülőrajtot vett a karriered. Hát, néha nem tudom megállapítani, hogy melyik az irigység része, vagy hogy van, de tapasztaltam, igen. Tapasztaltam, nem esett jól kezdetben, aztán most már... De ezt gondolom jó magyar szokás szerint nem szemtől szembe történt, hanem a hátad mögött. Persze, de hát nagyon kicsi a szakma, és minden kiderül. De igyekszem nem venni róla tudomást. Ilyeneket te hogy rendezel-e? Tehát igyekszel élére állni és négy szem közt például megbeszélni egy ilyen kolléganővel, vagy mintha nem is történt volna semmit, borítsunk fájtat a múltra, aztán majd lesz, ami lesz? Nem tudom, nem szeretek annyira foglalkozni vele, mert minden ilyen típusú, hogy is mondjam, konfliktus az energiát vesz el. Volt már olyan, hogy megmondtam szemtől szembe, de hát szerintem akkor érdemes szemtől szembe megmondani, amikor az ember túl van rajta. Tehát amikor már érzelmileg nem éri rosszul a dolog, hanem teljesen higgadtan tud valamiről beszélni. Mondjuk arról, hogy mi történt a múltban, és ezt már mondjuk lerendezte magában, és akkor ezt ki lehet beszélni. De ettől még újra és újra előfordulhatnak. Szerintem nem kell vele foglalkozni, egyszerűen. Ez előfordul, és ilyen van. És... De akkor nem biztos, hogy ilyen könnyen, ilyen kézagyintéssel intézted el. Tehát egy-egy intrikát vagy fúrást azért gondolom... Persze, nem. Hát én is emberből vagyok, és nagyon sokat rágódtam rajta, de szerintem... Adott esetben csalódásod is volt? Persze. Súlyos emberi csalódás? Volt. Akitől nem vártad volna? Igen. Persze. Igen, de ilyen hibákat gyakran elkövetnek emberek. Én is elkövettem már másokkal szemben ilyet. És mikor velem is megtörtént, az egy nagyon jó példa volt arra, hogy ilyet nem szabad csinálni emberekkel, ilyet nem szabad kollégákkal csinálni, úgyhogy nem. Szóval te ezek... mit követtél el? Csak hogy konkretizáljuk. Nem kell a történetet keretbe ágyazni, tehát nevesíteni nem kell, de irigykedtél, tettél valaki ellen, vagy furtál, vagy volt egy rossz ízű megjegyzésed valaki irányába? Biztos, hogy volt. Tehát volt, vele előfordult, persze velem is ilyen előfordult. Csak az valahogy olyan érdekes, hogy az ember utána egy ilyen rosszul elejtett mondat után valahogy látja magát kívülről, hogy ez valahogy nem a jobbikénem, ezt nem kéne csinálni, mert érdekes módon utána veled fordul elő egy ugyanolyan helyzet, tehát hogy mindenki mindent visszakap az életben, és igen, is kapjon vissza, mert ezáltal a saját egóján tapasztalja meg, hogy ez nem jó út, ez nem egy építő, nem épít sehová, nem vezet sehová. Úgyhogy most már én is úgy vagyok vele, hogy igyekszem a legjobbat látni a kollégáimban, és nem bántok másokat. Te saját magad számára biztos jutottál valamilyen érvényes megoldó képletig, hogy mi volt a titka és az oka a te üstökösszerű felívelésednek? Én nem tudom, ez üstökösszerű felrepülés vagy? Hát én szerintem a te korosztályodból, én azt gondolom, hogy valamilyen szinten képbe vagyok így színház és filmes fronton, nem tudnék hirtelennyébe mondani, a ti, vagy a te korosztályodat, illetően a téged megelőző korosztály esetében, mondjuk Onódi Eszter, Elek Ferenc, Csányi Sándor, Nagy Ervin, Fullajtár Andrea megkapták azt a fajta dobbantót, amit a ti generációtok szerintem már nem, jelesül csak te. Igen. De lehet, hogy rosszul látom. Hát, minek köszönhető ez? Igen. Hát nem tudom. De nem így van? Vagy ez csak nekem tűnik így? Ugye Onódi Eszterék 3-4-5 évvel idősebbek. Igen. Az ő generációjuk szerintem, amit így színházi és filmes fronton meg lehetett kapni, ők megkapták. Aha. Nem tudom, lehet, hogy a vállalkozó kedvem, a kíváncsiságom, talán a kíváncsiságom vezérelt, és akkor így ismerkedtem meg, találkoztam emberekkel, rendezőkkel, alkotókkal egy-egy szerepben. Volt olyan szerep, amin sokat gondolkodtam, hogy elvállaljam el, mert nem egy olyan kaliberű, vagy nem egy akkora szerep, vagy nem egy olyan szerep. Valahogy azt is abból is megcsináltam sokat, mert úgy gondoltam, hogy ez elvezet valahová engem is,
engem is elvezet valahová, én is mondjuk, most tudom, alázatot tanulok általa, dolgoztam olyan társulatokkal, akikkel nem biztos, hogy dolgoztam volna, hogyha, hát, hogyha nem vállalom el ugye a szerepet. Én az üstökösszerű felügyelést úgy értem, hogyha ez mondjuk 30 évvel vagy 50 évvel ezelőtt történik, akkor ott vagy az ország három legnagyobb sztárja között. Már csak a filmek és a színházi szerepek miatt ennyire devalválódott sajnos a film és a színház jelentősége. Te nem így látod, de lehet, hogy rossz helyen kapizsgálok. De tényleg mindent megkaptál, amit fiatal színésznőknek, hát nagyon ritkán jut osztály részül. De erre látom, nem olyan akarsz reagálni. Ezt lehet, hogy én látom így. Nem akarok, csak nem tudom, hogy mit válaszoljak erre. Rengeteg, tehát nem akarom magam vállon veregetni, de rengeteg munka van mögötte. Tehát ez senki nem vitatta, persze. Azt hiszem, hogy több a munka mögötte, mint az, hogy én most valahogy úgy rátekintsek a karrieremre, és azt mondjam, hogy na hát ez is megvolt, meg az is megvolt, meg miért. Tehát, hogy valahogy bennem, az én fejemben, vagy az én emlékezetemben a procedúrák, a próbafolyamatok élnek leginkább. És az, hogy én mondjuk emberileg, vagy szakmailag mennyivel vagyok több, mint évekkel ezelőtt. Tehát ez engem sokkal jobban tölt, mint az, hogy mondjuk hány helyen jelenik meg a nevem. Nem, ez nem akar szerénység lenni, csak valóban valahogy így gondolkodom. Tehát, hogy van egy élet, nem tudom, hogy meddig fogok élni, és izgatnak a helyzetek, érdekelnek az emberek, azok is érdekelnek, akiket mondjuk én nem érdekelek annyira, hogy tehát az ő gondolkodások is érdekel, nem tudom, valamiért ilyen típus vagyok, és lehet, hogy ez a fajta kíváncsiság vitt el engem olyan helyzetekbe, vagy adott annyi munkát, vagy adott annyi helyzetet, hogy én most itt tartok, ahol tartok. Lehet ennek oka az is egyszer, mint hogy te félig orosz származású vagy? Lehet, és lehet, hogy ez egy ilyen énkeresés, vagy keresem a helyemet a világban. Anyukám orosz szellemben nevelt fel, és az mindig is valahogy más volt, tehát érzelmileg mindig is egy ilyen sűrűbb világ volt, mint amit én itt a környezetemben tapasztaltam. És valahogy úgy éreztem, hogy ezt a világot lehet ötvözni, vagy valahogy össze lehet keverni ezt a két világot, és nem tudom, és akkor megtaláltam a helyemet a színházban, meg az éneklésben. Ez eladdig identitásválságot okozott? Vagy akár csak identitás problémát? Hát persze, főleg úgy kamaszkoromban, hogy akkor én most hova tartozom, mindenki megtalálja a helyét, mindenki valahová tartozik, valahová így beáll, és akkor azt úgy nagyon hangoztatja, hogy ő itt van, vagy ő ott van, és nálam meg valahogy ilyen soha nem volt. Mikor dőlt el, és mi mentén? Fel. Tessék? Mikor dőlt el, és mi mentén? Hogy? Amikor megtaláltad ezt a fajta biztos szövetet, hogy nagyjából egészében most már tudom, ki vagyok, mit tudok kezdeni az orosságommal, a magyarságommal. Amikor kiválasztottam ezt a szakmát, és amikor már tudtam, hogy mit szeretnék vele kezdeni. Amikor már úgy tudatosult bennem, hogy ez nekem való. Hogy nem tudom, hogy elhittem, hogy én most jó helyen vagyok, hogy ezt a szakmát választottam. Az, hogy félig orosz vagy, az a színésznői léteden milyen nyomot hagy szerinted? A színésznői létemen. Máshogy oldasz meg adott esetben egy szituációt, mint ha mondjuk tőzsgyökeres virtigli magyar szülőktől származnál? Nem tudom. Az orosz színháznak a nyomait, az szerinted akár csak zsigerileg is magadon viseled? Szerintem igen, mert ebben a tekintetben édesanyámtól nagyon sokat kaptam, nagyon sok impulzust. Nagyon sok, tehát hogy ő televe mindig is érdekelték a művészetek, festészet, irodalom, történelem, és nagyon szereti, ismeri az orosz színészeket, a magyar színészeket is, és neki nagyon fontos volt, hogy ezt átadja nekem. És valami ilyesmit valószínűleg hordozhatok is magamban, de nem szeretnék ilyen szempontból nagy szavakat használni. Talán inkább
Inkább az éneklésben jön ez ki most az utóbbi időben, talán a zenében. Mert ott nincs rendezés, tehát valahogy az éneklés az elsősorban ugye nagyon fontos, hogy hova teszed a hangokat, de nagyon fontos az is, hogy tiszta, ösztönös érzelemből jöjjön. És ez orosság? Valaki, az érzelemgazdagság? Szerintem egy része. A gáttalanság? Igen, az érzelmi gáttalanság? Az orosz létből, vagy talán az afélig orosságomból fakad. De nem tudom, mert lehet, hogy nincs igazam, mert miért lenne? Csak hogy én ezt talán annak tudom be, vagy nagyon sokan kérdezgetik, vagy nagyon sokan annak tudják be. Azt mondtad egy helyütt, hogy orosz lelkem van. Ez egy szép mondat. Körülbelül ez a megoldó képlet, vagy ez a válasz rá? Szerintem igen. Most beleszerettél nagyon az éneklésbe, ugye azt jól láttam, tehát gyakorlatilag nyilván nem lehet fontossági sorrendet felállítani színjátszás és éneklés között, de most az első helyen kimondatlanul az van, hogy nagyon kiszeretnél teljesedni ebbéli minőségedbe, nem a színház rovására természetesen. Hát ez is egyfajta, hogy is mondjam, egy ilyen megnyilvánulás, vagy nem tudom, egy szakmai megnyilvánulás, nem tudom. Nagyon sokan mondták, hogy csináljak lemezt, és akkor úgy voltam vele, de hát én színésznő vagyok, én akkor énekelek, amikor a színházban van egy zenés szerep, de aztán rájöttem, hogy igazuk van azoknak, akik bíztattak, mert kevésnek, keveseltem azt az időt, amit énekléssel töltök, és nagyon jól esett, amikor elhívtak zenekarokba, és elkezdtem úgy is próbálgatni a szárnyaimat, és aztán összeállítottam egy zenei anyagot, és abba is belekerült egy kicsi az én színészi lényemből, létemből, és úgy gondolom, hogy szeretném ezt továbbra is művelni a színház mellett. Meg tudod mondani, hogy mi a hozzáadott érték számodra a színészethez képest? Mi az szabadsága. A fűszer? A szabadsága? Szabadság, igen. Van egy olyan fajta szabadságot ad az éneklés, és valahogy olyan gyógyír az egónak, ami ugye a színházban csapatmunka, vagy ez egy társulati lét, az egy ilyen közös játék, hogy én hozzáadok valamit a másik hozzáad hozzá, mi hozzáadunk az egészhez közösen. Az éneklésben meg vannak ugye a zenészek, akik kísérnek, és vagyok én, aki, hát nem tudom, frontembernek számítok. És a hangom által rengeteg mindent ki tudok fejezni, amit szeretnék jó esetben. És ott én vagyok egyedül, valahol én vagyok egyedül a rendező, én vagyok a középpontban. Gonosz felvetés azt mondani, vagy azt kérdezni, hogy egy picit az ego játéka is? Igen, hát nem gonosz, ez szerintem így van. Ez így van, de ha én öncélú irányba használnám ezt az egót, akkor ez nem érne semmit. Tehát valahogy jól kell használni az egót, vagy nem tudom, jól kell ezeket a hangokat kidobni magamból, vagy jó helyre kell őket tenni. Arra például konkrétan emlékszel, volt egy olyan pillanat, de lehet, hogy ez is egy csaska felvetés, mert ez is egy folyamat, csak én mindig egy nagy fordulópontokat keresem az életbe, amikor te magad, saját magad számára érvényes módon kaptál bizonyságot arra nézést, hogy te tudsz, és nem is akárhogy énekelni. Hát ez óvodás koromban kezdődött, amikor az óvónénik azt mondták az anyukámnak, hogy nagyon muzikális a gyerek, kéne tanuljon valami hangszeren játszani. De önbizalmad mégsem volt. Hát az összes énekvizsgádat gyakorlatilag az első évben túlizgultad, nem mertél énekelni. Megmondom, hogy miért. Azért, mert nekem ez... Tehát én ezt nem gondoltam szakmának. Én úgy gondoltam, hogy akkor kell énekelni, amikor kedvem van hozzá. Akkor sem szerettem énekelni, amikor kérték gyerekkoromban, hogy na, énekelj valamit, felfedezték, hogy szépen énekelek csengő hangomban gyerekként, és azt mondták, hogy na, akkor most énekelj valamit a társaságnak. És mindenki odafigyelt, és mondtam, hogy de hát most nincs kedvem. Hál' Istennek Bagó Gizella, hangképzőmesterem, ő szerintem előre tudta, hogy mi ennek az ára, hogy ez egy érési folyamat. És pontosan tudta, hogy meg kell élnem ezeket a buktatókat ahhoz, hogy egyszer csak
tudjam kezelni a helyzetet. És hála Istennek, hogy ő egy olyan mester, aki hisz a tanítványaiban, aki tudja, hogy kell belőlük embert csinálni. Úgyhogy az volt a szerencsém, hogy mellette voltam. Hát lehet, hogy egy másik hangképző tanár elengedte volna a kezemet az ilyen helyzetekben, és ő nem. És lehet, hogy az éneklés, mint olyan, mint pályaív, az meg se valósul? Lehet, igen, hogy nem lesz hozzá önbizalmam, lehet, hogy azt mondják, hogy hát igen, hát ez volt ilyen énekvizsga, hogy nem tudom, azt mondta az egyik elméleti tanár, hogy hát ez a kislány nagyon tehetséges, majd biztos jó színésznő lesz belőle, de hát nincs túl nagy hangja, úgyhogy nem kell neki énekelni, de hát majd biztos jó szerepeket fog játszani. Már prózai szerepeket? Igen. Akkor te összetörtél, egy ilyen mondat hallottam? Nem, mert ezt már utólag... Utólag tudtam meg. Bár lehet, hogy akkor tudtam, nem tudom, hogy összetörtem-e akkor, csak emlékszem, hogy jót mosolyogtunk ezen a Bagó Gizellával, amikor a Műpás koncertre készültem. Úgyhogy ezek olyan helyzetek, amiknek meg kellett történniük ahhoz, hogy valami legyen utána. Ha már megint az önbizalmat említjük, nem tudom, akinek nincs önbizalma, az nem tudom, hogy ki mer állni Párizsba piafdalokat énekelni. Tehát ott az Isten kísértés. Hát az is egy olyan terápia volt, hogy úgy be a mély vízbe. Hát szóval én úgy vagyok vele, hogy amitől félek, azt annak úgy neki megyek, hogy valahogy úgy neki kell menni. És ha koppan úgy, az ember, akkor mi van? Akkor koppan egyet. Akkor koppan, akkor újra neki kell állni, vagy akkor utána eldönti utólag, hogy most volt értelme ennek a koppanásnak, vagy nem akarom még egyszer megpróbálni, vagy ez idő, energiapocsékolás volt. Ezt valahogy érzi az ember. Én éreztem, hogy valamiért úgy éreztem, hogy mindig meg kell próbálni annyiszor, hogy egyszer csak jól érezzem magamat abban, amit csinálok. Ezt akartam elérni, ezt a fajta lelki biztonságot. Azt a zenei pályadra értetted, hogy elsősorban az orosz létből fakad, hogy azt mondod, hogy nemzetközi karrierben is gondolkodom. Úgy gondolkodom nemzetközi karrierben, hogyha valaki felkér külföldről valamilyen szerepre, vagy úgy gondolja, hogy mondjuk volt ilyen, hogy Moszkvába hívta koncertezni, akkor azt szívesen elvállalom. Tehát én általában oda szeretek menni, ahová hívnak. Én nem nagyon szoktam jelentkezni, vagy nem szoktam felajánlani, hogy most nagyon szeretnék ebben vagy abban benne lenni. Valahogy volt már erre példa, egyszer-kétszer kipróbáltam, és nem úgy sült el a dolog, ahogy szerettem volna. És azért... Ha te tettél lépést azért, hogy valamilyen igen. fellépés vagy szerep megvalósuljon? Igen, egyszer volt ilyen, vagy kétszer maximum. És csalódás lett a vége? Igen, valahogy csalódás lett, valahogy nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Lehet, hogy az elvárások voltak nagyok, nem? Lévén, hogy annyira akartad, és ehhez képest a valóság... Lehet, magammal szemben. Lehet. Oroszországban színésznőként nem gondolkodtál azon, hogy belevágj egyszer egy olyan kalandba? Nyilván akkor sérülne a magyarországi pályaíved, de miután anyanyelvi szinten beszéled az oroszt, és kipróbálni azt a fajta színházat, ami hát Európa vagy világhírű, szintén egy izgalmas kaland, ha már végig a kíváncsiságról beszélgettünk. Hát de az jó lenne egyszer. Igen. Csak amíg itt nagyon sok munkám van, addig nem nagyon tudom elhagyni az országot. De izgat, bizserget? Persze. Nagyon érdekel. Mennyire dolgoznak ott máshogy? Nem tudom, mekkora rálátásod van mindenre. Tehát Vigyánszky Attila, most a Nemzeti Színházról beszélgetünk, az, hogy ő kárpátaljai, a hozzáértők azt mondják, hogy ez viszont tetten érhető az ő színházi világában. Az, hogy egyfajta orosz iskolát honosított, vagy honosít meg. Tehát nem egy klasszikus magyar színház és filmművészeti főiskoláról kikerült rendezőről beszélünk. Mennyiben más egy orosz rendezővel dolgozni? Rizsakovval nem tudom, dolgoztál. Igen, benne voltam az éjjeli menedékhelyben. Hát én szerintem, tehát ami az oroszoknál nagyon lényeges, hogy nyakig benne vannak a művészetben. Tehát, hogyha alkotásról van szó, akkor valahogy megszűnik a téridő,
akkor ott nagyon, nagyon odaadóak, tehát akkor ott kell tölteni abban a közösségben, abban az alkotói közösségben a mindennapjainkat, ott kell lenni éjjel-nappal, és nem igazán van más az alkotáson kívül, vagy mondjuk egy a színház csináláson kívül. És akkor nyilván az egy olyan próba folyamat lenne, hogy nekem végig ott kéne lennem. Most itt azért úgy vagyunk vele, hogy az ember, nem tudom, 10-től 2-ig próbál, utána elszalad, elintézi az ügyeit, elmegy esetleg szinkronba, este előadás vagy egy másik próba, azt szerintem ez elképzelhetetlen. Tehát akkor van egy próba, meg hát nyilván ott fél éves mondjuk egy próba folyamat, vagy egy évig próbálnak egy darabot, vagy 2 évig, de az, hogy másfél hónapig, azt nem tudják elképzelni. Hát elég sűrű volt mondjuk hogy az elmúlt 10 éved. Hogy szeretnéd, hogy teljen a következő 10, ha mondjuk csak idáig tekintünk előre, és mi az, amit nagyon el szeretnél kerülni? Hát valahogy ilyen hasonlóan teljen. Szeretnék, hogy is mondjam, minél több, tehát inkább a minőségre törekedni, nem a mennyiségre. Szeretnék szép drámai szerepeket kapni. Szeretnék majd egy újabb zenei anyagot készíteni, és valahogy jól bánni a szabadidőmmel is, tehát kitűzni magamnak azt, hogy mikor pihenek, mert ebben még ügyetlen vagyok, hogy időt kérjek magamnak. Hát ilyesmiket. Úgy érzed, hogy egy kicsit túl gyorsan, vagy túl sűrűn telted az elmúlt 10 év? Nagyon sok minden történt benne. Igazából lehet, hogy azt érzem, hogy nagyon gyorsan ment el. Hogy gyorsan szalad az idő. És egyszerűen nem lehet azt elérni, hogy minden beleférjen az ember életébe, minden, amit szeretne. Tehát valamiről mindig le kell mondani valaminek a javára. Hát abban megállapodhatunk, azt mondhatod, hogy például a dicsfénynek az ilyesfajta nyilvánosság által sokak számára irigyelt, szeretéről mindenképp le kell. Hogy micsoda, a dicsfénynek? Dicsfény, tehát a nyilvánosság, a dicsfény, a szereplés és a celeb létről mindenképp le kell. Arról szívesen lemondok, arról le tudok mondani, igen. És akkor marad a színház és az ének, és én ehhez kívánok akkor sok sikert. Örülök, hogy láttunk. Köszönöm szépen. Tompos Kátyát látták, hallották, tartsanak velünk 2 hét múlva is, ugyanebben az időben, vasárnap este 9 órától itt az Echo TV-ben. Szóval 2 hét múlva folytatjuk, minden jót, viszontlátásra!